Ezeket a kutyusokat visszük utána a menhelyre, és utána keresünk neki nagyon ügyes, szerető gazdikat. A Tolnai utcai általános iskola elsősei mostanra már biztosan többet tudnak a felelős állattartásról. Szépen, tisztességesen etetni, itatni, gondozni őket, sétáltatni őket. Sokuknak van is otthon kisállatuk, így pontosan tudják, hogyan kell bánni kedvenceikkel. Lehetnek náluk ilyen betegségek, és óvni kell az állatokat, mert ők is olyanok, mint mi. Berki Krisztián olimpiai és kétszeres világbajnok tornászunk is elkötelezett híve az állatoknak. Bár néhány hónappal ezelőtt elveszítette négy lábú kedvencét, ez nem változtat elhivatottságán. Mint mondja, sokan nem is hiszik, mennyi szeretetet tudnak adni az állatok az embernek. Az a szeretet, amit ők felénk sugároznak, és az, hogy tényleg reggelente odajön az ágy mellé, és rárakja a fejét az ágyra, ezzel olyan gesztusokat tesz felénk, amit lehet, hogy egy ember meg se tudna csinálni, vagy nem is tudna annyira átérezni, és nem beszélve arról, hogy amikor hazaérkezünk, talán az állatunk az első, aki egyből oda rohan hozzánk üdvözölni minket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy állattól, egy kutyától nagyon sok mindent lehet kapni, és én is nagyon sokat kaptam szerencsére. Olyan kis filmmel is készültek erre a napra, amiből a gyerekek megtanulhatják, mi a teendő, ha új állat kerül a családhoz, de az Askamenhely egyik kutyájának életén keresztül a felelős állattartásról is többet megtudhattak a kicsik. Az Aska titkára sok csúnyán elhagyott állattal találkozott már, de mint mondja, jobban szeret arról beszélni, hogyan gyógyíthatóak meg ezek az állatok. Mindig mondom, hogy adni jobb, mint kapni, és szerintem a kutyák is ezt tartják. Iszonyatos szeretetet, figyelmet. Egy kutya a gazdájára úgy tekint, hogy az az egy, és a pótolhatatlan ember, és szerintem ez mindenkinek nagyon jó érzés. Tehát én mindenkinek javaslom, hogy legalább egy kutyája azért legyen. A Főutca 3 szám alatt ez a nap biztos, hogy az állatokról szólt, és nem túlzás talán azt állítani, a klasszikus idézet ma is igaz, felelősséggel tartozunk azért, akit megszelidítettünk.